Épül, szépül, de még nincs kész. Az Ószolnoki pályaudvar területére megálmodott reptárral a város két legyet üt egy csapásra, hiszen az egykori vasúti emlékhely elgazosodott, hajléktalanok lakta területének felújítására nem lett volna pénz. Így viszont túl azon, hogy a környék megszépül, olyan funkciót is kap, ami munkahelyeket és pénzt jelent Szolnoknak, a szolnokiaknak. Egy olyan városrehabilitációs programba vágtunk bele, amihez pénzt nem tudtunk volna szerezni máshogy. Ki kellett találni a módját. A módja az volt, hogy legyen egy olyan turisztikai látványosság, ami egyébként ezt a térséget rendbe teszi. És ennek a térségnek egy olyan fejlesztése, amivel az itt élők életminősége javul, egyébként a lakások ára nő, egy más környezetbe kerülhetnek be. A fórum egyik résztvevője a létesítmény reklámozása kapcsán fogalmazta meg észrevételét. Tavaly Mikuláskor ki volt írva, hogy előtte két héttel már átadtátok ezt az egész létesítményt. Arra akarok utalni, hogyha táblán, akkor még 2014, most 2015 mondtad március. Nagyon örülnék, ha márciusra kész lenne, de egy pici kis tájékoztató nem az én kedvemért, hanem jönnek látogatók, keresgélők, utasok, és legalább azt látnánk ki, hogy már márciusban lesz átadva. Márciusig azonban még várhatóan többször is számítani kell esős időre, ami a környéken élők türelmét is próbára teszi. Többen is panaszkodtak a munkálatokkal járó sárra és koszra. Én talán kérném azt a munkát végzőktől is, hogy ha nekem munkavállalónak úgy kell hagyni a területet, hogy másnap is felvehető legyen a munka, akkor talán nekik is úgy kéne hagyni. A járda szegélyhöz húzódó kerékpárosokat érintik legkellemetlenebbül a saras tócsák. Ha sáros ez az út, akkor ugyan már miért nem mennek föl a járdára biciklizni? Még mindig jobb, mint lenne a sárba csúszkálni. Tehát, hogy a választani lehet, a másik pedig, mondtam, március 21-én átadjuk, azt gondolom, hogy normális lesz ez az egész. A fórumon szó esett a közvilágítás korszerűsítéséről, amiről a környéken élők is elismeréssel beszéltek. Az energiatakarékos izzók fényét azonban több helyen is lefogják a lombok. Fákat meg lehetne enyesni, mert a világító testek jócskán benne vannak, főleg itt a környékünkön, mert minden este sétálunk, szinte házszám szerint el tudnám mondani, hogyha abba tudnátok esetleg lépni. A városrészben is kellemetlenséget okoznak a patkányok. Az állatok elszaporodása azonban nem elsősorban higiéniai okokra vezethető vissza. A problémát az élőhelyű szolgáló csatornák kiszáradása okozza. Az agyvarékasi baromfi feldolgozó megszüntével az a mennyiségű, őrült mennyiségű folyadék, ami onnan jött, ami átmosta a csatorna állatot, ott nincs már. De tudom mondani, hogy a papírgyár megszüntét, ami az ipari parkban van, de a bent lévő, ami bent volt a Csákőtmentér mellett lévő papírgyár, nagy vízszervező volt, és a csatorna hálózatunk gravitációs rendszer, és ha nincs benne megfelelő mennyiségű víz, akkor nem mossa a saját magát. Az önkormányzat, mint elhangzott, megteszi a szükséges lépéseket. 30 millió forintos program indul Szolnokon a patkányok célzott gyérítésére. A polgármester kitért a Véső úti sporttelep és a strand felújítására is. Szalai Ferenc szerint 2017 nyarán már az új medencékben hűsölhetnek a környéken élők.